Jó, köszöntök mindenki szeretettel. Az igazság, hogy a költészet napja az nálunk most már jövőre szerintem költészet hónapja lesz. Mert hogy annyi mindent találunk ki mindig. Egyrészt itt van ez a nagyszerű tóna, Sereghárt Márhoz színművész lesz a vendégünk hamarosan. De többek között a Madách Színházból is ismerhetünk, illetve a vers minden áron. Vasárnap délután Balog Attila intézményvezető köszöntötte a Bartók Béla Művelődési Ház közönségét, mint az közismert április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük a Magyar Költészet napját. Ez alkalomból Sövegjártó Áron színművész fantasztikus hangulatú előadásának tapsolhattunk. Szeretettel, illetve holnap vagy holnap után nyílik a versesvény itt a parkban, tehát lehet majd jönni a verseket párosítani, a verse illusztrációkat kitalálni, ez nagyon érdekes dolog lesz majd. Illetve mai napon kihelyeztük az adójáróval is azokat a verseket, amiket a helyi lakosok, helyi tolforgatóktól kaptunk. Úgyhogy Jankó Ádám, grafikus művész illusztrálta őket, úgyhogy azt is meg lehet tekinteni az átjáróban. Elnézést biztatok mindenkit, és most pedig akkor fogadjuk szeretettel Sereghárt Áront. Közben majd idejük is. Hangosít. Köszönöm a szűnni akaró tapsot. Tényleg kezdjük. Aztán megfejtjük, hogy miért énekelem éppen a New York tudjunk. Jó? Úgy csámít a fény, már utazom én. Kapd el az őrült szívemet, New York, New York! Nézd, dalolok én, úgy táncolok én. Nézd, másni téged így szeret, New York, New York! Ez soha el nem való város, csak engem vár. József Attila születésnapomra. Már hibáztam. Mi volt a hiba? Lehet nyugodtan bekiabálni, vagy hogyha olyan iskolásan szeretnétek, lehet jelentkezni, és akkor felszólítom a kedves diákokat. Hol volt a hiba? Mert már volt benne egy hiba. Nem, de nagyon jó felé megyünk. Egy té, két el, igen, ott. Inkább a hangsúly. Így van, a hangsúly nagyon jó úton haladunk. József Attilának hangzik. Így van. Ti is tudjátok, vagy látjátok, meg sem halljátok már a problémát, hogy úgy tanuljuk, hogy Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Arany János, pedig Sövegjártó Áron. Nem azt mondom, hogy Sövegjártó Áron, csak ugye nagyobbakról beszéljünk, vagy személyiségekről. Szóval ő sem József Attila, hanem József Attila, jó? Tehát a vezetéknévnél van mindig a hangsúly. Hogyha mondtok verseket, bárhol, bármikor, akkor erre érdemes odafigyelni, mert az iskolában sajnos tényleg így tanuljuk. Na, de nézzük a verset. Abban megpróbálok nem hibázni, és megbeszéljük, hogy miről is szól ez a vers, jó? 32 éves lettem én, meglepetésre költem én, csecsebecse ajándék, melyel meglepem a kávéházi szegleten magam. 32 évem elszelelt, és még havi 200 sose telt. Hazám. Lehettem volna oktatós, nem így töltőtó, koptató, szegény, legény, de nem lettem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem. Fura, ura. Internet gyorsan, nyersen ért, a nincsen apám versemért, a holt kivont szabjával óvta ellenem. Ide idézi szellemem hevét és nevét. Ön, még szóból értek én, nem lesz tanár-e féltekén. Gagyog és ragyog. Ha örül Horger Antal úr, hogy költünk nem nyelvtan tanú sekélyeké, én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon tanít. Köszönöm szépen!
beszéljünk erről, jó? A költő születésnapjára írta. Hol történt ez az írás? Kávéházban, így van. Egyedül volt, vagy sokaságban? Egyedül volt. Miért volt egyedül? Hát a születésnapot buliba szoktunk ünnepelni, nem? Nagy társaságban, barátokkal. Miért volt egyedül? Hogy? Magányos volt. Miért volt magányos? Miért volt szomorú? Miért volt rossz kedvű? Az egyetem fura ura. Miért? Ki volt ez a fura ura? El is hangzott, ugye? Horger Antal úr, ki volt ő? Ő a magyar irodalomnak a Darth Vader-e, tehát úgy érezzük, hogy ő a fő gonosz, pedig egy fantasztikus nyelvész professzor volt, egy nagyon nagy tudású nyelvész professzor, de ugye a mi költőnket ő eltanácsolta. Miért? A Nincsen apám versemért, aminek a címe az, hogy tiszta szívvel betörök, ha kell, hogy de brutálisak vagytok, édes Isten, azért nem ennek, jó, aztán előjünk ember, de így van. Ezért a verséért lökte ki, tanácsolta el a professzor úr két tanú kísérletében. Egyébként behívatta és aláíratta vele, nem is kirúgta, csak nem kapható diplomát és nem tanítható. Ez a hivatalos verzió, van egy nem hivatalos verzió, elmondhatom-e nektek, ezt kevesen tudják, 18 karikás, de azt hiszem, hogy mindenki már 18 év fölött van. Ugye? Jó, oké. Okay. Elmondjam, kicsit pikáns, de attól még, főleg attól érdekes. Szóval arról van szó, hogy fogalmazzak, hogy finom legyen. Szóval ez a Horger Antal úr nagyon-nagyon-nagyon szerette a nőket. De hát. Köszönöm szépen. Abban azt láttam, hogy elbújsz a nagy darab fiatal előtt, mind a kettő változatot. Na mondom, ő szerepelni fog ma még. Abban kérném a segítségedet, hogy gyere kérlek, ne állít a mikrofon neked. Neked ez így jó legyen. Így jó. Jó, és akkor tiéd a következő 30-as terció. Vicceltem csak. Abban kérném a segítségedet, hogy ezt a verset kellene elmondani. Ha jól mondod a verset, akkor ilyen szép fajuszkán lesz, mint nekem ott a fénykében. Nem. Annyit kell, csak az első versszakot kellene elmondani, és akkor ezt picit kielemezzük. Jó? Ha készen állsz, és hogyha vállalod. Olyan válasz nincs, hogy... Nincs, hogy nem. Jó, tehát. Petőfi Sándor, anyám tyúkja. Igen, ugye hallottuk, Petőfi Sándor. Hát, de ez a rossz vége, semmi baj, iskolában itt tanulsz, tényleg. De ez semmi baj, most mindenki. Aki nem volt versenyben állomester utána, csak jól mondja. Utána többiek is ide? Minden. Persze. Most együtt mondjuk el a Petőfi versét. Petőfi Sándor, anyám tyúkja. Hoppá. Ezt itt nem tudom, mit kell csinálni, de... Jó, köszönöm szépen. Ez nem volt benne a sorban. Annyira jól mondtad, hogy... Megadta magát. Ej, mi a kő, tyúkanyó? Kent a szobában lakik, itt bent. Lám csak jó az Isten, jó, tehát hogy fölvitte a kent dolgát? Ennyi. Fantasztikus. Tapsoljuk! Könnyű, hogyha valaki jól mondja a verset. Na, nézzük meg, hogy segíts nekem, kérlek, ez az első sor. Ej, mi a kő? Ez mi? Ez hogy jön ide ez a kő? Vagy ez egy kő? Vagy hogy mi a kő? Az itt a kérdés, mint a Hamletben, hogy lenni vagy nem lenni, vagy ez hogy? Ez mi csoda? Talán egy szófordulat. Szófordulat, nagyon jó. És hogy mondanák ma azt, hogy elmi a kő szépen? Hát már hallottam már. Szájról tudom olvasni, szóval hogy mondanánk azt, hogy ej, mi a kő? Mi a helyzet? Mi a helyzet, mi a szint? Nagyon,
Így van, így van. Elias figyfele történik itt. Így van. Tehát valami felháborodásunknak adunk hangot. Ugye ezzel, hogy Elias kő. Nagyon jó. Utána van egy tyúkanyó. Eredetileg az Arany János Toldiát szerettem volna elmondani, csak 4,5 óra, de ráértek, nem? Tehát, jó, nem vissza a komolysághoz, Velszivárdok következik most, és utána pedig picit megint megyünk egy ilyen humorosabb témára. Jó? Hogyha benne vagytok. Oké. Edward király, angol király léptett fakolóván. Hadd látom, úgymond, mennyit ér a Velszi tartomány? Van-e ott folyó? És földje jó? Legelői fűkövér? Használt-e a megöntözés? A pártos honfidés? A nép? Az Isten adta nép, ha oly boldog-e rajt, mint akarom, mint a barom, melyet igába hagy? Felség, valóban koronát legszebb gyémántja lesz. Földet, folyót, legelni jót, hegyvölgyet benne lesz. És a nép? Az Isten adta nép oly boldog rajta szír, kunyhói mind hallgatva, mint meg annyi puszta sír. Edward király, angol király léptett fakolóvát, körötte csend, amerre ment, és néma tartomány. Montgomery a vármere, ahol aznap este szállt, Montgomery a várúra vendégli a király, vadat és halacsony, jó falat, szemszájnat, ingere, sürgő csoport, 100 szolga hordt, hogy nézni is tere, és mind, amiket a szép sziget, ételt, italt, terem, s mind, ami bor, pezsegve, form, túl messzi tenger. Kicsit szebben udvarolni, szerenádot adni a hölgynek, és ez következik most, mivel én nagyon-nagyon sok operetben játszottam a tenorista főszerepet, ezért következze most egy ária, jó, így belefér a költészet napjába, és utána megbeszéljük, hogy ez melyik operetből van, biztos, hogy ismeritek, fiatalok annyira nem szeretik az operettet, de most muszáj lesz meghallgatniuk. Aki nem szeretné, annak a széke alján van két füldugó, azt be lehet tenni, de csúnyán megsértődöm, jó? Oké, tehát induljunk, ma önről álmodtam megint. Így van. Menni fogok zaklatni a hölgyeket, sajnálom. És én maradni vagyok, hogy a hölgyeket fogok meg az urakat, bocsánat. Ez van. Régi kor gyermeke van. Történet. Soha az ég elkerül az álom, a kicsi szobámon felragyog a nyár. Üzen a szív, hogy valaki sírni, hogy valaki Arca virult hozzám.
úgyhogy letérdelek, soha többé nem tudok felállni innen, de most meg ne viccelek csak, és köszönöm szépen. Bocsánat, akkor is elmondom, soha nem pakisztam még bele. Remélem ezt veszem. Jó. Tevét, ura! Te tevé engem eleve, te veled nem ér fel tebefej tétó a beleje. A te terveben... A te terved veti a tevemen nevő tavatta vagy távol, mert tévednél vérvén, bénhíved neved felebbe, elvetemedbe vádol, nem! Vidd te te velelkem hova tovább, tova, mivel leved, vertve derve feltekerve, nem vedelveledbe te a te tevéd szenvedelme. Te nevedbe legyen, mert neveletem, nevetetem, eltemetve. S evezzel a teve, nevel kivét, kivileved, heve, teve, ó, Isten, vége! Jó? Ezt, ha nem mondtam el idáig, életemben 500-szor, akkor soha, soha nem bakisztam bele, soha az életben. Hát egyszer ennek is el kell jönnie. Viszont cserébe elmondok nektek utoljára egy nagyon kedves történetet, és a legvégén pedig hoztam 25 nyelvtörőt, és csak azért is el fogom mondani. Hát ez csúnya volt. Ez van. Az a legjobb. Így van, valami. Tessék? És a része van, mint a valami. Igen, igen. Na jó, ilyen is. Ti vagytok a tanulja annak, hogy mégiscsak emberről vagyok. Hát nem egy tökéletes gépezet, egy Terminátor, bár annak tűnök, de nem. Szóval a következő Örkény Nápolyi című novellája, ami egy gyönyörű szép történet, és arra világít rá, hogy milyenek vagyunk mi gyerekek, amikor azok voltunk, milyenek lettünk mi felnőttek, vagy nagyszülők. Nagyon tanulságos a történet. És a beszédről szól, milyen jó, hogy most jön ez. Szóval a fiam, a kis gazember, egyszerűen nem akar beszélni. Nem sokára már 2 éves lesz, de annyit, hogy papa is csak kegyes úri jókedvében hajlandó kimondani. Másfelől azonban hibátlanul érti az emberi beszédet, és a legbonyolultabb feladatoknak is játszva a végükre jár. Na, erítj ki a konyhába, mondd meg anyának, hogy el kell mennem, adjon ebédet. Kimegy a konyhába, valamit muzsikál az anyjának, és 2 perc múlva itt az ebéd. Egyébként az a leginggerlőbb a dologban, hogy ő nem tanulja meg a mi beszédünk. De mi? Az övé? Igen, gondoltam ebből elég. És tegnap, mikor csak 2 voltunk idehaza, leültünk szépen a szőnyegre, szemtől szembe, és azt mondtam neki. Most pedig, édes fiam, beszélgetni fogunk. Mondta elégedetten, és biztató tekintetet vetett rám. Nem kisfiam, mi most magyarul fogunk beszélgetni. Meglobáltam egy 10 dekás papírzacskót, melyre az édesség volt címe volt rányomtatva, amitől az ő arckifejezése még barátságosabbá derült, bennem pedig azt a gyanút keltette, hogy titokban talán nem csak beszélni, hanem mondjuk talán olvasni is tud már. Szedtem kifejét nápolyi szeleteket bicskával, még apróbb szeletekre szabadtam őket, akkor erre, mint egy mokkacukor. Mesterségemből kifolyólag tudom, hogy a magyar nyelv milyen gazdag szavakban. Az elsőt oda tartottam az orra elé. Mondd szépen. Kérek. Kitátotta, majd becsukta a száját, jelezvén, hogy oda helyeztessék a nápolyi. Én azonban nem az ő szájába tettem, hanem a magaméba, és nagy gusztussal ropogtatva kezdtem el rácsálni. Nye! Rikoltott felháborodásában. Megmutattam a következő nápolyit. Mondd szépen. Kérek. Nem mondta. Megettem. Mikor a harmadikat is megettem, akkor azt mondta, hogy be-be. Amit még sohasem mondott, de nyilván valami olyasmit jelenthet, hogy piszkos zsaroló. A negyedik és az ötödik nápolyi tűnt fel, és tűnt el, mikor a hatodik láttán egyszerre így szólt. Kérek. Drámai pillanat volt. Ha most odaadom a nápolyit, akkor 20 év múlva az ideggyógyászok hipnotikus álomban fogják leszoktatni a racsolásról. Meg lehet bestiálisabban vagyok? Aha.
hatodikat is megettem. Csak a gróf fog racsolnak, édesfiam, mi nem racsolhatunk, mert a te apád csak egy nyomorult író. Vidáman elmosolyodott, és így szólt. Író! Gyönyörűen mondta, mint amikor összeroppantunk egy diót, úgy recsett az erre. Természetesen odaadtam neki a nápolyit, lassan és látható büszkeséggel rágta, talán mert érezte, hogy ez volt az első fal, amelyet megdolgozott. Megmutattam a következő nápolyit. Mondd szépen, cukor. A szóvégi ert kimondani már férfi munka. De kimondta. Kimondta, hogy virág, hogy madár, hogy rocska. Talán egy fél óra hosszat csevegtünk két tagú szavakban, amit mondtam, mondta utána. Ekkor vérszemet kaptam, és így szóltam. Mondd szépen, reszkető rózsabokor. Nézte az én mindent tudó számat, és elkezdte utána formálni az ő rózsaszínű, puha szamócalevél nagyságú ajkával egy két szót. De azok nem akartak világra jönni, megkapaszkodtak valahol, összegabajodtak, és csak valami alaktalan habarék bukott ki a száján. Lehajtotta a fejét, és elkezdett sírni. Bennem pedig előtlött valami, amire sohasem gondoltam, illetve inkább amit már régen elfeledtem, és ami soha vissza nem ötlött volna az emlékezetembe, hogyha sírni nem látom a fiamat. Az, hogy amit tudunk, milyen gyötredelmek, és nehézségek, és kínok árán tudjuk. Borzasztóan elszégyeltem magam. Kezébe nyomtam a nápolyi zacskót, kifújtam az orrát, és kimentem a szobából. Fél óra múlva benéztem hozzá, még mindig a földön ült, eszegette a nápolyit, és zakogott. Köszönöm szépen. Ilyenek vagyunk egy kicsit nem gyerekként, ilyenek voltunk, aztán szülőként ilyenek vagyunk, hogy mindig egy kicsit. Oké, utolsó, ti döntitek el, hogy mi legyen, ti vagytok a főnökök, mehetünk egyet. Ez már volt, igen. Legyen-e Radnótitól a nem tudhatom, vagy jöjjenek a, az már nem, ez már reklám, vagy pedig jöjjenek a nyelvtörők, tehát keresztre feszítetek engem, vagy pedig legyen egy szép Radnóti. Ti döntitek el, most komolyan. Itt a huncukban! Kipréselnél belőlem mindent! Édes Istenem! Na, szavazzunk ki, az, aki azt mondja, hogy Radnóti. Igen, ki az, aki azt mondja, hogy nyelvtörők. De hogy halálomat akarják. Majd utána végén. Köszönöm szépen. Jaj. Ehhez nem tudok hozzászólni. Jó, tehát. Oké. Milyen közönséget hoztál ide? Elhoztam ide a kultúrát, a tájat, felkent papjaként, és akkor... És ezután hozzak egy rajtot. Széket is kaptam, és le se ültem. Oké. Utána elmondom az egész műsort ülve, jó? Hogyha nem probléma, ráérteni. Húszutbakás. Így kellene csinálni. Ez az én személyes kedvencem egyébként ez a vers, és komolyra fordítva a szót, nagyon remélem, hogy nem lesz ez sokáig aktuális, mert most nagyon aktuális, sajnos mindenhol a föld sok-sok részén, és jó lenne, ha egyszer lenne már olyan, akár egy pillanatra is, mikor ez nem lehet aktuális. Meglátjuk, hogyan alakul a sorsunk. Szóval, nézzük meg ezt. Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, elángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága,
és remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, és ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor nevét és virágát is, tudom, hogy merre mennek, hogy kik mennek az úton. És tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet áll, és nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat s vadlok tanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szerint tanyát. Az gyárat lát alá csőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsös, szőlőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkas sírogat. És mi föntről pusztítandó vasútban gyárüzem, az bakterház. És a bakter előtte áll, s üzen piros zászló kezében körötte sok gyerek. És a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, és az iskolában mervén, a járda peremén, hogy ne feleljek, aznap egy kőre léptem én. Ím itt a kő, de föntről e kő se látható, nincs műszer, melyen mindez jól megmutatható, hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol, s miképp, de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük. Őrzik sötét pincékbe bújva, míg jel nem ér hazákra újból a béke újra. És folytott szavunkra, majd a friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat, borítsd rám, virrasztó éjfelleg. Köszönöm szépen! Lenin mauzóleumának milleniumi Lenin... Fú, gyerekek! Lenin mauzóleumának milleniumi Leninóleumozása. Akkor jó a jó, ha jó a jó, a jó, ha jó, ha jó, vitorlája. Azt mondták a hatalmasok, akinek a hatalmasok, az már ahhoz hatalmasok, hogy ne legyen hatalma sok. Kara karé, lába lábé, lába karé, kara lábé. Sziszi a széles szájú szószegő, sziszegő, szívesen szundít a szalmak hazában. Nem minden csacsi csöcse csecse, csak a csecse csöcsi csacsi csöcse csecse, mert ha minden csacsi csöcse csecse volna, akkor minden csacsi csöcse csöcsö, nem. Akkor minden csacsi, nem. Akkor minden csacsi csecse csöcsi csacsi volna. Kész, szavaztam! Velem tartottatok ezen a hullámvasút utazáson. Azt hiszem, hogy érintettünk mélységeket is, magasságokat is, és hogyha ebből egy átlagot vonva haza mentek, és picit többnek érzitek magatokat, akkor én már boldog vagyok. Köszönöm szépen, még egyszer köszönöm. Köszönjük!